Oké. Okay. Szép estét még egyszer mindenkinek. Ma szeptember 17-e van, én Varga Bálint vagyok Horvátországból, és örülök, hogy újból veletek vagyok, mert ez a két hét elmúlott sajnos a vírus kicsit megfogott bennünket, az egész családot, de valahogy engem legjobban még mindig egy kicsit tart, lehet megérezni a hangomon, de igyekszek egy rövidebb konferenciát. Ma délután kicsit körülnéztem az új hírekre, amik még vannak, és vannak néhány jó hírek. Van egy rossz hír is, ami nagyon sajnálom, de majd elmondom. Köszönöm szépen. És Oké, csapjunk is bele. Most ez újból olyan, hogy fel lehet tölteni a prezentációt, úgyhogy látom itten a szlájdokat, úgyhogy szuper ez akkor. Oké, minden jó. Ugye, mint tudjuk, a cég alapítója Anatoly Eduardovics Junicki. Épp most olvastam a Maslow-nak a konferenciát. Most rengeteg munkája van neki, és nem írt, meg nem vett felvételt, ilyen blog felvételt, amit szokott, úgyhogy várjuk majd, lehet, hogy még a ez a Expo előtt, október előtt lehet, hogy készít majd egy felvételt, de ha nem előtte, akkor biztos, hogy utána lesznek felvételek, mert biztos, hogy lesz sok új hír az Expon, és ez nagyon fontos a cégnek is, meg természetesen nekünk, mint kisbefektetők, akik támogassuk ezt a fantasztikus projektet. Én már 2016 március végén hallottam a Skyway-ről, és épp valahogy abba az időben is készült ez a Dalai Lama kép, meghívta őket, a Junickit, és ottan voltak nagyon komoly tervek a Skyway projektre, ami természetesen nem halt bele, mert még biztos, hogy lesz esély rá, hogy a Dharamsala városában és a Dalai Lamának a rezidenset összekössék a Skyway projekttel. Az egy nagyon magas hegyekbe vannak, és én úgy tudom, még csak kisebb kamionokkal, meg ilyen szamarakkal mennek oda fel, és nagyon nehéz, nagyon nincsenek kiépítve az utak. A Skyway Hur technológia, amit most örömmel megosztok veletek, hogy végre megkapták az engedélyt az Egyesült Emírség köztársaságban, úgyhogy egy cég, aki több mint 14 országba adja meg ezt az engedélyt, úgyhogy megvan, de erről is majd még mondunk egy pár szót. Aki volt velünk Minskbe vagy Marina Gorkába, azt tudja, hogy már működnek ezek a járművek, és lehet velük próbautazást csinálni, ami most az idén elindul Sárdzsába, ottan már lesz ilyen 2,5 kilométer hosszú, ahol 3-4 állomás is lesz, és azok, akik Sárdzsába tanulnak, vagy akik ott dolgoznak, azok már fogják használni valószínűleg október-novemberbe tervezik a megnyitást. Úgyhogy valódi igazi projekt, ami legfontosabb, mert tudjuk, hogy naponta kínálnak nekünk mindig valamilyen új projekteket, új lehetőséget, új befektetést, és azt is tudjuk, hogy több mint 90, ha lehet mondani 95% ilyen projekt néhány hónap múlva, vagy egy-két év múlva leáll, bedől,
és nem lesz sikeres. Azért a Skyway egy óriási cég, aki az idén 2021-ben már elkezdtek építkezni, és üzemeltetés már az idén, ugye ez a 2,4 kilométeres projekt, ami fontos, mert a sivatagban van, és ilyen 40-50 fokos hőmérsékleten sok só a levegőbe, homok, és ennek ellenére megkapták ugye az engedélyt, ami nekünk óriási dolog. Mi úgy kerültünk ide, hogy egy crowd investing opcióval a cég megkereste a kis befektetőket, és most már az egész világon közel 400 ezer befektető itt van velünk, közel 200 ország és régióba. Vannak olyan például, mint Oroszország, ahol 15-17 régió van, akkor ezt mind beleszámították, ugye? Mert ha jól tudom, olyan 200 valamennyi ország van a világon, 206-210, valaki ezt jobban figyeli, változik, ugye mindig lesznek új országok, úgyhogy a volt Jugoszláviából is ugye 7 új ország lett, most meg még a Koszovó is 8, úgyhogy ez változik mindig. Ami bennünket illeti, hogy a SkyWorld Community cégbe, volt Skyway Capital, ők megváltoztatták ezt a nevet 2 évvel ezelőtt, azért, mert ahogy a partnerség a Unitsky String technológiával befejeződik, vagy erre a projektre, amit most finanszírozunk, utána lesznek célprojektek, és fogjuk majd finanszírozni a többi más cég projekteket is. Erről most a Alexej Sukhodejev tartott egy előadást, de én nem gondolom most, hogy az ő előadását elmondjam az egészben, mert ez egy külön tanítás, oktatás is volt, hogy hogyan fog működni a jövőben. Ez jó, ezek megvannak a tervek, és ők már ezt nagyba készítik ezek a oktatásokat, és nem tudom, említettem, hogy ők keresnek most minden régióba ilyen oktatókat, úgyhogy nekem már van egy magyarországi üzletember, aki elfogadná ezt az oktatást, úgyhogy majd beszélünk napokban, és akkor lehet, hogy ez az oktatás is pluszban még elindul. Ezen kívül, hogy pénteken marad ez a konferencia, amit mi tartunk. A GTA anyacég és a RSS Holding 1-es, 2-es, 3, ahol a mi részvényeink, most ezek még nem részvények, de ahogy a cég ki fog menni a tőzsdére, úgy mindenki meg lesz ez a részvénye, amit el is tud adni vagy ajándékozni. Amit a Maslow mondott, hogy nem sokára a programozók betesznek a dokumentumba, a webirodába egy öröklési dokumentumot. Mert tudjuk azt most, hogy van egy olyan, hogy be lehet írni, hogy ki az a öröklő, de az nem hivatalosan, az csak, hogyha valami baj van, nem tudják megtalálni, vagy meghal a tulajdonos, hogy kit keressenek fel. Általában ez úgy működik, hogy mindig a szponzorok itten hozzásegítenek, sajnos volt több eset, és akkor így a öröklők megtudták az információt, meg átirattuk, meg mindent megcsaltuk, de ez a dokumentum egy úgy látszik hivatalos öröklési dokumentum lesz. Én úgy várom, hogy az év végén lesz ez a webirodában, majd figyeljük a dokumentumoknál, hogy mikor jelenik meg, de lehet, hogy ők is a hírekbe ezt
megmondják. A más kérdés, ami van, hogy lehet-e ajándékozni, és erre is a Maslow úgy válaszolt pozitívan, hogy lehet a közel rokonságnak, szülő a gyerekre, vagy testvérnek, vagy milyen, de az én tapasztalatom az, hogy a support esteti még nem kezdte intézni. Úgyhogy van néha, amíg a Maslow is mond egy olyan információt, ami hivatalosnak kellene lenni, meg minden, de mikor elindítsuk a supporttal egy ilyen kérdést, akkor ők nem tudnak válaszolni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos információ, mert sokan kérdezték már, hogy lehet-e ajándékozni részvényeket, és az én példám, a kisebbik fiam még nem volt 18 éves, én vettem ilyen student csomagokat, és mikor küldtem a supportba, hogy írják át, akkor azt mondták, sajnos nem lehet. Úgyhogy nálam maradt az a részvény, akkor ő neki nyitottam egy új webirodát, és akkor vettem még részvényeket, de sajnos ezt nem tudtam elintézni. De felírtam, és majd kikeresem ezt az információt, hogy lehet-e akkor ajándékozni, és akkor legalább ezeket a csomagokat, amit az ő nevére vettem, mert az idősebb, a Valentin az már volt ugye 18 éves, mikor elkezdtük, és akkor őneki van saját részvényei. Itt ezen a példán meg lehet látni, hogy hogyan osztózódik majd a osztalék. Azt tudjuk, hogy 133 milliárd részvény, ami ki lett adva, és amin a 400 milliárdból, ugye? És ezek a részvények, amik mennek a tőzsdére, nem a céges részvények, hanem a kis befektetőknek a részvényekre, erre megy a dividendi, ami azt jelenti magyarul, hogy osztalék. Amit ők ide jegyzeteltek, hogy minimum garantált 20% a nettó jövedelemből, amit a Maslow szokta mondani, hogy ez akár 25-30%, még annak is magasabb is lehet, de ez későbbiekben, mikor a cég az eladott jegyekre, a utasok megvásárolt jegyekre, onnan sok több osztalék is tudnak majd osztani. De a eladott projektre, célprojektekre erre minimum 20% osztalékot fognak fizetni. Napokban is kérdezték, hogy lesz-e jövőre osztalék. A Julinski azt mondta, hogy minimum 3 projektet alá fognak írni. Ezt még ő sem nem tudja, hogy mikor lesz pontosan, és nem tudja, hogy mikor fogják ezek a vevők kifizetni azt a célprojektet, és akkor még nem tudjuk, hogy mikor lesz a nyereség. Ugye az osztalék az a nyereségből van. Most várjuk ezeket a projekteket, igaz, hogy közeledik az október is, lehet, hogy már alá is írták, ugye, csak nem közül. Konnekció hiba volt, de egyszerűen visszajöttem, csak a mikrofon meg a kamerát kellett bekapcsolnom. Ugye, és ezt nem tudjuk most, hogy a Junicki aláírta már ezt a 3 célprojektet, a Kaurfakan célprojektről van szó, meg még 2, amit még abszolút semmi információm nincs erről. Bocsánat. Most már van hang, ugye? Visszajöttünk. Minden rendben van.
Oké. Az ajándékozási lehetőséget azt ad természetesen, ahogy megtudom az információt, azt ad. Az nagyon fontos, mert sokan kérdeznék. A osztalék, mert ha nem hallottátok, akkor ami lesz nyereség az idén, annak a nettó bevétel ugye az a 20%-on, akkor tudnak fizetni jövőre is. Már nagyon jó lett volna, mint a többi hasonló cégek, akik már fizettek. Igaz, hogy nem nagy osztalékot, de ilyen crowdfunding cégek már több cég, ismerek legalább három céget, ami fizetett osztalékot. Ugye én is vettem ottan náluk részvényeket, úgyhogy tudom. Ja, még az új információk. A 14,2 fázisban vagyunk, a 15. fázisban vannak még nagy tervek. Azt még nem tudják, hogy lesz-e még finanszírozás a 15-re, mert a 15. fázisra tervezték ezt a 60 kilométer gyors pályaépítést Abu Dhabitól, Dubái fele, ami 200 millió dollár, de ez természetesen nem a mi kis befektető pénzünkből lesz kifinanszírozva, mert a 15. fázis az 25 millió dollár nettó, ami volt a terve. De ahogy a Solar František, Solar Ferry ezt elmagyarázta, van két lehetőség, hogy ezt egy nagy befektető kifinanszírozza. Vagy a másik, hogy kimenjenek a tőzsdére, és az már akár januárban is megtörténhet, és ott adják el annyi részvényt. A cégnek még olyan kevesebb, mint 15 milliárd részvény van, amit el tudnak adni. A Dubai világkiállításról szakaszon képítése mi jó. Igen, ez a rossz hír. Sárkány Sándor, mint elolvasta volna a gondolataimat. Azt mondja a Maslow, hogy ez a Dubai központéba az a 15 kilométer és 21 állomás, ami a Expo is megközelíteni, ez a projekt. Ez sajnos félre van téve. Egy, azért, mert nincs rá vevő, vagy nincs, aki ezt kifinanszírozza. És ez nem is volt nekik a tervükbe, és most mással foglalkoznak, így erről ezért, de sajnos, hogy idáig nem kaptunk konkrét információt. Én nekem mindig volt két kérdésem a minden konferencián. Egyik kérdés ez volt, hogy mi van ezzel a 15 kilométeres projekttel. A Solar František nem tudta soha, itt van most a Maslow, elmondta. Ami nagyon fontos, hogy ezt már mondtam, megkapták a műbizonylati igazolást az Egyesült Arab Emírségekben. Ez egy nagyon nagy ugrás, mert ezek után ők meg tudják nyitni ezeket a célprojekteket, megvan nekik az engedély, és el tudják indítani, üzembe tenni. És ez még meg kell, hogy kapjuk az Európára, és akkor majd itt Európában is, ugye, tudjuk akkor a célprojekteket indítani. A izraeli újságírók írtak a projektbe, megvan ez a www.globes.co, news, és így tovább ez a link, ha valaki meg akarja nézni, ez az ő nyelvükön van, úgyhogy aki nem tudja azt a nyelvet, akkor le kell fordítás. Nekik is van egy hasonló projekt, más a technológia, ugye? Azért mindig úgy kell mondani, hogy hasonló, de technológia teljesen más. És
Ennek ellenére, és betették ezt a cikket, és megreklámozták a Skyway-t, úgyhogy a mi webirodánkban, meg a RSV-be is meg lehet nézni és elolvasni erről, de ott van meg a link is, ahol meg lehet nézni. A részletfizetési befektetési csomagok, ezek még a 14,2 fázisban vannak, aki még tervez vásárolni ilyen kisebb vagy nagyobb csomagokat, de itt a lényeg, amit akartam mondani, hogy mivel mostanában sokan megvásárolták ezt a hologram csomagot, nekem is már két partnerem közvetlen, egy új, meg egy, aki elindult velem régebben, úgyhogy kaptam ilyen kuponokat, és plusz 100% tulajdoni hányad ugye részvény. Úgyhogy használjátok ki ezeket a kuponokat, mert ilyen 1000-2000 dolláros csomagokra ez most nagyon jó diszkont. Aki meg esetleg még a nagyon várva várt Face of the Future, a hologram csomag, a hír az, hogy szerdán este ennyi egy óra van most a Moszkva, szóval 11 óra estig vagy két óra. Mindegy, 10 óra szerda estig biztosan van még ez a csomag. A 1 a 90 diszkont, ahogy sejtettem is, hogy nem lesz 1 a 100-zal, de akkor is ez egy nagyon-nagyon jó csomag, mert 450 ezer részvényt ad havi, 10 havi futamidőre 500 dollár. De vannak olyanok, akik már kifizették egyszerre az 5000 dollárt is, egyszerűbb a banki utalása. Úgyhogy számításom szerint a mi régiónkban körülbelül olyan 40-en legalább megvették ezt a csomagot. Úgyhogy nagyon jó. A Global Expo Marathon, itt a Krisztián, biztos sokan ismeritek, az én közvetlen partnerem, és ő elnyerte a goldot, az arany szintet, és sokan elnyerték. Nekem sajnos 500 dollár volt a hiány a közvetlen partneremnek. Ha még 500 dollárt valaki vett volna, akkor én is gold, így ezüst voltam, de ez az elmúlt 3 hétben igazán nem voltam képes még a számítógépet se bekapcsolni, úgyhogy nagyon jó. Amit most ajánlottak, ezt lehet, hogy ide be is teszem, majd ki tudjátok másolni, de arról van szó, hogy elolvasom. Mivel a világ jelenlegi helyzete a COVID-járvány kapcsán sok kollégánknak korlátozza az utazásban, sajnos én sem nem tudom még, hogy megyek-e, és annak ellenére, hogy sokan eleget tették az SVC Emirates Touron való részvételen, mindegy, minden olyan személy, aki kitölti ezt a úrlapot, befizet majd 300 dollárt, és ezt szeptember 19-ig, szóval most vasárnapig lehet eldönteni, aki esetleg szeretne elmenni a Sárgyába, a 300 dollár az 3 nap a hotelba, és azt hiszem, hogy reggeli vacsorával van, vagy csak reggelivel, ezt most elfelejtettem, el tud menni, és még a jegyet kell megvenni. Itt bármilyen szinten egy új befektető is mehet, vagy leader, expert, top expert, bárki mehet. Sokan elérték, de sajnos sokan nem tudnak elmenni. Vagy betegek, vagy nem mernek, vagy
nincs nekik COVID útlevél, vagy ilyen nehézségek vannak. Úgyhogy nekik van még most ilyen 30-40 hely, aki esetleg el szeretne menni, és itt ezen a linken lehet, hogy a magyar fordítás az nem volt jó, de itt beteszem még egyszer a linket. Ezen a linken lehet jelentkezni, és ha valaki esetleg még, azt hiszem, hogy október közepén van, 21-én, vagy mikor van az első turnus, vagy novemberben. Ezt majd meglássátok, ha valaki. Mi még nem kezdtünk szervezni semmit, úgyhogy ez egy lehetőség, de azt is tudjuk, hogy az Expo 6 hónapig tart, és van még idő, ha esetleg megszervezzük, akkor el tudunk menni. Na, itt van ez a 2,4 kilométer hosszú, amit most legújabb információ, október végén, novemberre nyitják meg, és ez teljesen engedéllyel, ugye, ami nagyon fontos. Itt két szakasz lesz, egyik a teher, másik meg a szállítás, utasszállítás. A Sárgya akar lenni az első elektromos skypod város, ami összeköti majd tovább Dubajt is, később a Kaurfakán, ami az ország másik felén van, a város az a második legfontosabb kikötőjük, és ez is nagyon, nagyon örülnek erre. Nem tudom, mondtam-e, hogy a Solar Ferjék most Tallinnban vannak, Esztóniában, és utána Vladimir Maszlóval utaznak autóval Minskbe. Ezt most a hétvégén, lehet, hogy mi van már a péntek, lehet, hogy már ma elmentek akkor Minskbe is, és lesznek majd még tárgyalások. Ez is nagyon fontos információ, hogy az Orosz Tudományos Akadémia a Junitsky String Transportot legköltséghatékonyabb közlekedési rendszerre, hogy kell azt mondani, bizonyították. A vietnámi média, és ugye tudjuk, hogy a kanadai, ausztráli média, ezek mind már emlegetik, és írtak nagyon sokat a Skyway-ről. Ez egy érdekes kép, mert kitaláltak egy ilyen, mint a hajszárítót, lefolyó, homok lefolyó. Mikor felemelkedik a homok ilyen zivatarba, és akkor rajta marad, akkor ez a le tudja fújni, és nem kopnak ki a kerekek, ez a sinekről lefújja a homokat. Ez is egy új technológia, amit készítettek. A SVC iroda nyitott Dominikán köztársaságba egy irodát, ezt már lehet, hogy láttátok a webirodába, és akkor itten néhány, nem akarok sokat mondani, de erről, mert ezt ugye általában minden konferencián már emlegessük. A sorozatgyártás Minskbe el van készítve, úgyhogy bármilyen járművet el tudnak indítani. Amit megláttunk, a múlt egy évben kiépítették ezt a Sárgyába is, és itt van, megkapták most az engedélyt, ami nagyon fontos, hogy tudják a többi célprojekteket is indítani. A Marina Gorkai Ekotechnoparkra nem kaptam információt, hogy lesz-e, de ha valakinek van, úgy érzi, hogy el szeretne menni,
Igaz, most repülővel közvetlen még mindig nincsenek járatok, vagy elutaztok Moszkvába, vagy Isztambulba is úgy lehet. Még nem nyitották ki, legalább én így tudom, ezért is a Solar Tallinnba utazott, utána akkor majd autóval mennek. De 20-25 csapat, személy be tud jelentkezni egy két héttel előbb, és meg tudja látogatni a Marina Gorkát. Az biztos, hogy egy különleges élmény, és érdemes elmenni, úgyhogy ha lesz majd megint expo, akkor ide is megyünk. Az egész Belorusszia, Minszk is egy nagyon modern, tiszta város, ország, úgyhogy, de ez a technológia különleges. Gondolom, olcsóbb is, meg most nem könnyebb, mint Dubajba, de ha lenyugszanak a helyzetek, akkor természetesen mindig el lehet menni, akár autóval, akár repülővel, Budapestről másfél óra utazás, Minszk. Mi már voltunk ott háromszor, meglátogattuk, a családdal is voltunk, úgyhogy szép volt. Amit még itten érdemes mondani, hogy most már 12 jármű el van készítve, ezt még külön majd bővítik ezt a skálát. Ugye itt megvan ez a TÜV certifikát, amit Németországból megkapták, ez a minőségre vonatkozó certifikát, és a nemzetközi szabadalmak több mint 50 a világon. Úgyhogy nagy cég lesz ez a Skyway, már most is, de ahogy főleg, ha kimennek majd a tőzsdére, akkor én gondolom csak emelkedni fog majd az értéke, mert minden új célprojekt, minden új aláírt szerződések, ezek emelik az értéket. Itt látjuk a Minszkbe a csarnokot, meg az irodát, ezt tudom, hogy már mindannyian láttátok. A Dubai Közlekedési Minisztériummal is van nekik szerződésük, és ugye mi is ott a 2018-ba elmentünk, és megláttuk, vagy 2019-ben volt ez. A sárgyai 25 hektáron építenek, még van Abu Dhabiba is egy, amit kaptak, de erről még nem mondtak semmit. Úgyhogy ott is megvan a terv, hogy ott is építsenek valamit, de én gondolom, hogy ez a gyors pálya lesz, majd onnan fog indulni, ott lesznek az első állomások, és hogy összekösse néhány év múlva a Abu Dhabi és a Dubai. Ez a két város, ami olyan 20 perc utazás lesz. Most busszal másfél-két óra, taxival is olyan másfél óra utazás ez a két városon közel. És a sárgyai képeket, ezt is már többször láttuk, úgyhogy kicsit átmegyünk ezen. A logisztika, itt van most ez a kép, emlékeztet, hogy a Lenovo-val kötöttek szerződést, és azt tudjuk, hogy egyik legnagyobb világgyártó ilyen számítógép, mobiltelefon, bár most a mobiltelefonra annyira nem, de nekem volt egy Lenovo laptopom 6 évig, és nagyon meg voltam elégedve vele, úgyhogy lehet, hogy a következőt újból Lenovo-t veszek, bár ez a Dell is jó, de elmúlik 5-6 év, akkor már legkésőbb, már 4 év után kellene cserélni. A coinokról nincs semmi új információ, akinek régebben beváltotta a részvényt,
az ugye megvan az a link, ahol be tud menni az a webirodába, ottan meg tudja nézni, de ezek az új coinokról most nem beszéltek, hú, már nem tudom, június óta. Igaz, ez el kell ide is menni a Sárgyába, meg kell ezt is nézni, meg ez az Expo világ kiállítás, ha nem volna ilyen hülye helyzet, akkor igazán már megszerveztük volna, biztos vagyok benne, hogy legalább 100-120-an elmentünk volna, mert most néztem, van, de nem jó dátumok, 94 euró Budapest-Dubai, oda-vissza jegyek reklámozták itt nálunk. Természetesen egy órán belül elfogyott, de ilyen 250-350 euróval el lehet menni, ami mégis 6,5 óra utazás van. A Krisztiánű Beográdból fog utazni, én meg még gondolkodok. Itt van ez a horgony építkezés. Itt sokkal lassabban lehet forgatni ezeket a szlájdokat. Amit még szerettem volna mondani egy pár szót, hogy nagyon fontos az a projekt, amit a lineáris városok, és itt van a Saudi Arabia üzletemberek, ők elkezdték keresni a technológiát, amivel ezt a neon óriási várost, ez 170 kilométer hosszú lesz, és tisztára természetben nem lehet autóval oda menni, és nekünk megvan a közlekedés is, meg megvan a lineáris városok, ami ez megmaradt horvátul, most látom, majd kijavítom. 95%-a természetben lesz autó nélkül, nem lesz tömeg, ezt aki Budapesten, Belgrádban lakik, az nem tudja elképzelni, és 20 perc ezt a 170 kilométert át lehet menni majd ezzel a közlekedéssel. Úgyhogy ha ide be tudnánk menni, építkezni, akkor ez óriási reklám, meg pénzileg is nagyon sokat segítene a Skyway-nak, a Unitsky String technológiának. Mindenhol az van, hogy a tapasztalatot keresik, mit építettetek, akkor új cég van, akkor ilyen nagy befektetésre félnek az emberek kiadni pénzt, úgyhogy azért legfontosabb ezek, hogy elinduljanak legalább a kis projektek, akkor a Kaurfakani 130 kilométeres, és akkor már lehet mutatni, és akkor már működik, ugye? Ez szerintem már alá van írva, már készítik, mert múltkor, amikor beszéltem ebből a Nadezsdának a helyettesével, akkor ő mondta, hogy aláírták a szerződést, csak nem szabad mondani, de utána mondta, hogy ezt a Kaurfakan már nem tudom hány százal már készítik a projektet, és bent a városba is ugye még vannak. Ez a közlekedés, a teher közlekedés, és erre könnyebben meg is kapták az engedélyt. Lehet látni, hogy ezek a kikötők is, meg a konténerek, konténerszállítás, ez is nagyon fontos, de mondom, az a legfontosabb, hogy meglegyen már építve, meg tudják mutatni. Itten megvan egy projekt, ami lehet, hogy ez is benne van ebbe a háromba. A Dubai az az új repülőtér, ami ott Sharjah-nál van, meg a Al Maktoum az a kisebb repülőtér. A Krisztián éppen erre a Al Maktoumra megy, én a nagy repülőtérre
mentem, de itt van ez a 45 kilométer, és ez körülbelül olyan 20 perc a taxival, attól függ, milyen a forgalom, de ez is egy fontos projekt lesz, mert ez igazából a dubai központnál is van. Ugye azt tudjuk, hogy a Dubai Expo 2020-as, ami most október 1-től indul, ezt aki meg tudja tenni, biztos vagyok benne, hogy egy 4-5 nap se nem lesz elég körüljárni ezt az egészet, megnézni, és azok, akik ezüst meg arany szintet értek el ebbe az akcióba, nekik meg lesz szervezve a hotelból is, az utazás a Sharjahba, és mindenki, aki az expóra eljön, meg lesz hívva a Sharjahba, és megszervezik neki a szállítást. Úgyhogy meg tudják látni igazából ezt a technológiát. Mit felejtettem el? Azt hiszem, hogy nincs semmi más információ. Igaz, hogy most ilyen augusztus volt, és kevesebb információ is volt, de most majd, ahogy elindul az expo, meg biztos vagyok benne, hogy sok országoknak is megtetszik ez a projekt, és lesznek minél több-több információk. Várjuk a Junickit is, meg azokat, akik intézik és szervezik ezt az egészet. Köszönöm szépen, örülök, hogy megtudta nagy nehezen tartani ezt a konferenciát. Jövő pénteken akkor újból tervezzük 8 órakor, és ami lesz új információ, azt átadom. Köszönöm szépen, további szép estét, és szép hétvégét mindenkinek. Sziasztok!